A DVTK. A Borsodi. És a Volkswagen bemutatja. Lélektani előnybe kerültünk az első fél időben a gólunk által. Utána meg voltak a lehetőségek, különösen Iszlai Bence lövésére, kapufájára gondolok, ami nagyon-nagyon kellett volna, hogy meglegyen a második találatunk, és ezzel a nehéz helyzetben lévő Diós Györgyt még jobban le tudtuk volna taszajtani, és tulajdonképpen már az első fél időben el lehetett volna dönteni a találkozót számunkra. Aztán a második fél időben még följavult a Diós György, ki is tudott egyenlíteni, de nagyon-nagyon magunknak köszönhetjük ezt a különösen így a mérkőzés után, mondtam azt, hogy ezt a három pontnak az elvesztését és az utolsó pillanatban az értékes egy pont is elvesztettük. Magunknak köszönhetjük amellett, hogy a Diós György sokat tett azért, különösen a mérkőzés hajrájában, hogy megszerezze a győzelmet. Nekünk még 0-1-nél is ugye megvolt a lehetőségünk erre, nagyon sok kontránk volt, és nagyon sok helyzetet dolgoztunk ki, még 1-1-nél is, ugye a Diós Győr abszolút támadott, és kellett neki a három pont, ezért nagy területek voltak ott a védekezésükben, amit a támadásban meg is csináltunk, de a végét nem tudtuk föltenni az íra a pontot, és ott nem bírtuk ezt úgy befejezni a támadásokat, hogy ez góllá érjen. És aztán ilyenkor ez szokott lenni, a futball az büntet, és az utolsó percben, hosszabbításban elvesztettük a mérkőzést, amit magunknak is köszönhetünk, de természetesen a Diós Győr, nem elvéve az érdemeit, sokat tett azért a győzelemért.